Trafik Mutyival fogunk újra foglalkozni. Olyan hullámokat vetett az ügy, hogy még Polt Péter ügyészsége sem tudott teljes egészében túllendülni a kérdésen, és függetlenül attól, hogy fideszes politikusok vannak érintve, az ügyészség nyomozást indított a kérdésben. Az már egy másik kérdés, hogy a felmerülő bűncselekmények közül kiválasztották azt a legkisebb súlyút, amit csak lehetett. Például a hivatali visszaélés bűncselekményét nem találták megalapozottnak, viszont megalapozottnak találták a személyes adattal való visszaélés bűncselekményét az ügyben. Mi azt gondoljuk, hogy a személyes adattal való visszaélés bűncselekménye pedig önmagában megalapozta volna a hivatali visszaélés megalapozott gyanúját is, nem beszélve arról a hangfelvételről, ami mindezt bizonyítja. Ugyanis a személyes adattal úgy tűnik a hangfelvételről, hogy valóban visszaéltek, de nem önmagában való módon éltek vissza. A személyes adattal valamilyen célból éltek vissza, mégpedig azzal a célból, hogy azt az előttük fekvő pályázati anyagot valamilyen módon befolyásolják, valakit előnyhöz, valakit pedig hátrányhoz juttassanak. A hivatali visszaélés törvényi tényállása pedig úgy szól, hogy azt követi el, aki a hivatali beosztását arra használja, hogy valakinek tudatosan előnyt, jogtalan előnyt vagy hátrányt okozzon. Abból a hangfelvételből egyértelműen kiderül, hogy a diskurzus pontosan arról szól, hogy a előttük fekvő listából a trafikpályázaton résztvevők közül valakinek tudatosan előnyt, másoknak tudatosan hátrányt okozzanak. Ebből adódóan azt gondoljuk, hogy az ügyészségnek ebből a szempontból hibás az érvelése. Mi azt látjuk, hogy a hangfelvétel a személyes adattal való visszaélés büntettének alapos gyanúját valóban megalapozza, de megalapozza más bűncselekmények alapos gyanúját is. Az a reményünk, hogy a nyomozás elindítása az csak az első lépés. Ugyanis a nyomozás folyamán nyilván az ügyészség adatokat fog bekérni, nyilván az ügyészség utána fog menni annak, ha már személyes adattal való visszaélésről beszélünk, hogy azok hogy kerültek ki, honnan kerültek ki, kik által kerültek azok a személyes adatok a hangfelvételen szereplő találkozóra, ki volt az, aki ezekkel a személyes adatokkal azokon kívül, akik ott ülnek az asztalnál és halljuk hangjukat, visszaéltek, mert valahogy ez azokhoz az emberekhez oda került, ez a személyes adatokat tartalmazó lista. Azt reméljük, hogy az adatgyűjtés során, mivel ennek törvényi lehetősége van, amennyiben további adatok merülnek fel a nyomozás során, akkor az ügyészség kiterjesztheti a nyomozást és a vádemelést olyan más bűncselekményekre is, amit még egyszer mondom, a mi véleményünk szerint a hangfelvétel igazol. Nem szeretnénk, hogyha az ügyészség kettős mércét alkalmazna, azt szeretnénk, hogyha ebben korrektül járna el. Ezért azt kérjük a legfőbb ügyésztől és a központi nyomozó ügyészség vezetőitől, hogy hagyják dolgozni az eljáró ügyészeket, kérjük, hogy ne gyakoroljanak rájuk olyan nyomást, hogy ne deríthessenek föl mindent korrektül ebben az ügyben. Még egy dolog következik a nyomozás megindításából, az, hogy minden fideszes politikus, aki ebben az ügyben eddig megszólalt, és azt állította, hogy a pályáztatás körül minden törvényes rendben zajlott, az tévedett. A tegnapi hír az azt mutatja, hogy nem zajlott minden törvényes keretek között a pályáztatás körül. Ezért aztán újra felszólítjuk a Fideszt és a Dohány ZRT-t, hogy most már így, hogy bűncselekmény gyanújával nyomozást indítottak ebben az ügyben, most már újra mindenképpen felmerül annak az igénye, hogy a pályázatokat semmisítsék meg, és írjanak ki új pályázatokat
oly módon, hogy biztosítsák a törvényes eljárás lehetőségét, mert azt nem lehet megtenni, hogy miközben bűncselekmény gyanújával nyomozás folyik, a közben pedig szerződéseket kötnek ugyanezekben az ügyekben, amelyek aztán utána nagyon nehezen lesznek kontrollálhatók. Bár azt is szeretném elmondani, hogy ezek után a Magyar Szocialista Párt a maga részéről ezeket a szerződéseket semmisnek fogja tekinteni. A Magyar Szocialista Párt hatalomra kerülve ezt a teljes pályázati rendszert felszámolja, és vissza fogja adni mindenkinek megfelelő módon és megfelelő szabályok között a dohány értékesítés lehetőségét. Azt mellékesen jegyzem meg még itt a végén, hogy ilyen esetben, egy ilyen hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után az a sanda gyanunk van, hogy ha egy szocialista politikusok hangja hallatszódna azon a hangfelvételen, akkor itt a központi nyomozóügyészség már rabláncon rángatná a szocialista politikusokat leföl a Hír TV kamerái előtt. Mi ilyen igénnyel nem lépünk föl. Mi csak még egyszer szeretnénk megismételni, hogy tisztességes ügyészségi nyomozást és eljárást szeretnénk. Bízunk az eljáró ügyészek tisztességében, emberi és szakmai tisztességében, és ezért kérjük még egyszer a feletteseiket, hogy hagyják őket dolgozni, és ne gyakoroljanak rájuk olyan nyomást, hogy tisztességesen ebben az ügyben ne tudják a nyomozást véghez vinni, és a vádemelést pedig megtenni.